te hangod mélyebb. Kevésbé hadarok. Köszönjük a hallgatóinkat? Aha. Azt tudnod kell a térképet, mi? Mi van délen és éjszakon? Nem muszáj. Pécstől Komlóig. Pécstől Komlóig? Mm. Igen, valamint, várjál, Soprontól. Győrig, rendben van, az nem túl nagy távolság, de jó lesz. Hát azért mondtam, hogy a Pécstől Komlóig is 20 kilométer. Szóval Magyarország minden településén, és persze a nagyvilágon is mindenhol köszöntjük hallgatóinkat. Velem szemben ül Viola. Sziasztok. És Áron. Sziasztok. Én pedig Zoli vagyok, sziasztok. Áron, szerintem hoztál témát, mert akkor kezdtem most. Én kezdjem a témahozást. Viola, neked nincs? De nekem van témám, mondjuk, tehát ugye én nem annyira politikával szeretnék foglalkozni. Az én témám az, hogy elmentem kedd este a Trafóba, a Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentum Filmfesztiválra, és ott voltam a nyitó rendezvényen, és meg is néztem egy fantasztikus iraki filmet. Az a baj, hogy mire ugye ez kikerül a nemzetközi világhálóra, ez az adás, addigra ennek a filmfesztiválnak már vége lesz. Ugye az Interwebre? Igen, mert ugye ez a filmfesztivál vasárnapig tart, viszont legalább akkor tájékoztatok arról, hogy van, és hogy nagyon jó. Én sajnos csak a megnyitó filmet láttam, ez egy iraki film volt, ami arról szólt, hogy egy kórházi ápoló kapott egy kamerát, és 3-4 éven keresztül vette az életüket a Irakban a háború alatt, és hát döbbenetes erőszakoknak voltunk ott a szemtanúi, tehát ugye ez egy dokumentumfilm, tehát ez nyilvánvaló. Halál, vér, sebesülések, nyomor, menekülés, kilátástalanság, gyerekek, tehát tényleg nem akarok demagóg lenni, de ilyenkor felmerül bennem amikor ugye Magyarország, nem tudom, 90%-a elutasítja ide amúgy se nagyon betérni szándékozó menekülteket, hogy meg kéne ezekkel az embereken nézetni ezt a filmet. Tehát, hogy mégis miért jönnek el azokból az országokból az emberek. Mert egyszerűen, tehát tényleg egy rémálom. Tehát én szoktam néha álmodni háborúval, hogy menekülnem kell, de hát nem tudok olyan cifrákat álmodni, amik egy ilyen dokumentum filmben vannak. Tehát az, hogy kimegy a gyerek az utcára, és vagy eljut az iskoláig, vagy nem, mert egy arra járó golyó éppen eltalálja. Tehát, hogy ilyen dolgokról beszélünk. Szerintem nem baj, hogy idehozod, mert egyébként a verzió 14 éve van ezek szerint. Igen. Akkor, tehát nyilván jövőre is lesz, tehát, hogy ez a verzió fesztivál, ez fontos. Nagyon fontos, és nagyon büszke vagyok rá, mert a Ludwig Múzeumban, amikor dolgoztam, volt egy gyakornokom, a Gyuresko Enikő, és ő szervezi. Uh-huh. Mert ő most az OSA-ba dolgozik, tehát ugye az a CEU-nak egy ilyen leányvállalata. Az ott a Nyílt Társadalom Alapítvány. Igen. Ugye? Ott van az Arany János utcában, és Enikő ott dolgozik, és ő volt az egyik fő szervező, vagy mondjuk inkább fő rabszolga. Mert ugye általában ilyenkor nem az ő nevét írják ki, de mindent ő csinált, most már fél éve ezen dolgozott, hogy ez létrejöjjön. Az érdekelne, hogy és hát, hogy kaptál információt hasonlót ennek a vetítésnek az elején vagy utána, hogy vajon mi az oka annak, hogy a mainstream médiában semmilyen mértékben nem jutnak el ilyen típusú felvételek. Még utoljára talán a Facebookon volt a legutóbb ilyen bombázások kapcsán mentőautóban lévő véres fejű kisfiú és társai, amik ilyen filmszerűen... Tehát az körülbelül 5 perc volt, nem? Így van, pontosan. Tehát, hogy ilyen nagyon kicsi szilánkok, de hogy például hivatalos, nem tudom, hogy nevezzem nektek, tehát nem közösségi médiában soha nem jelenik meg ilyen típusú film. Miért? Hát mert nem eladható. Tehát érted? Tehát ez is egy majdnem 2 órás film, ez az iraki film, amiről beszélek. Most képzeld el, ahogy berakják a, jó persze más a közszolgálat, de az van 1 vagy 2, vagy nem tudom, de ugye ott sem nagyon látunk. De képzeld el, hogy mondjuk a valamelyik RTL, vagy nem tudom melyik tévé, nem nézek tévét, úgyhogy leadja, és akkor mit tudom én, miközben éppen valakinek levitte a bomba a fél lábát, akkor jön egy reklám, és akkor... Igen, szerintem is ez ilyen egyszerű, tehát hogy a közszolgálati tévé, ami nem csak 1 vagy 2, hanem talán most már 6 vagy 7 csatornából áll, sporttól kezdve mindenféle van, orosz nyelvű adás is van, tehát sok minden van most már. Ott nyilván nem fognak ilyeneket adni, hát hiszen nem illik bele abban a narratívában, amit pontosan, a kormányzat igen. De akar csinálni. De kormányzat nélkül sem menne. A kormányon kívüli médiában, amik még vannak független
nem tudom, tévék és rádiók és nem tudom mi. Annak egy része olyan, mint az RTL Klub tévéket, hogy kereskedelmi csatornák. A kereskedelmi csatornák nyilván nem fognak ebben részt venni, mert nem éri meg. Nincs az a, reklámbevétel, ami tudná ellensúlyozni azt, hogy ők ilyeneket adjanak le. A másik fele, akik viszont azt gondolják magukról, hogy egy kicsit azért a szimpla kereskedelmi tévézésből ellépnek, lásd ATV, Hír TV, nem tudom, még biztos van egy-kettő, azoknak pedig szintén más miatt, de nem illik bele az agendájukba, hogy ezzel érdemben foglalkozzanak. De hogy a gazdasági megfontolásokból nem illik be az agendába, vagy pedig... Nem, például az ATV, az ugye a hídgyülekezetnek a tulajdonában van, a hídgyülekezet az egyáltalán nem ellenzéki szervezet, az mindig olyan szervezet, ami az ő egyházi érdekeiket szolgálja, és egyáltalán nem gondolja a hídgyülekezet azt, hogy ami ténylegesen valós probléma most Európában, és valószínűleg velünk lesz az a következő néhány évtizedben még, biztos. Tehát biztos, ez a menekült kérdés, egyre durvább lesz, mert ugye már nem csak a háború elől fognak menekülni, hanem a vízhiány miatt. Meg igen, de hogy a hídgyülekezet az ugyanúgy azt gondolja, hogy védjük meg a határokat, keresztény ország legyen Magyarország, és ezzel nem azt állítom, még a hallgatóinknak is mondom, tehát nem azt állítom, hogy ne legyen az, nem ezt állítom, csak hanem azt, hogy ez a fajta 100%-ig bezárkozó, kirekesztő magatartás, az viszont nem jó szerintem. De azban akkor egyetértünk, nem, hogy egy ideális világban a közszolgálati téle televíziónak dolga lenne ezeknek a filmeknek a dokumentumfilm. Nem tudom, emlékeztek-e, én a szocializmusban ugye még gyerek voltam, de hát emlékszem, hogy rengeteg dokumentumfilm volt. Igen, de Magyarországon most már nincs közszolgálati tévé, állami tévé, ezt az különböztetjük meg ezt a kettőt egymástól. Tehát a közszolgálati az kifejezetten az, ami a közszolgálja, akár a réteg műsorokkal is különféle és rétegeket. Ideológia függetlenül, pénzügyileg függetlenül, kormányoktól és színektől függetlenül. Állami tévé, hát az a nevében benne van, hogy az éppen aktuális rezsimet. És én egyébként azért tehát én azt hiszem, hogy 100%-ig közszolgálati tévé nincsen, a BBC sem az. A BBC szoktuk emlegetni, igen, ugye? De az sem az. Hát azt is befolyásolják, nyilván sokkal, tehát mondjuk század annyira, mint a magyar. Tehát, hogy vegy tiszta közszolgálatiság valószínűleg nincsen. De mondjuk, hát törekedni lehet. Semmilyen vegy tiszta dolog nincsen. Na jó, na ez ezért mondom, igen, de hát mi a tényleg a vonal centi egyik végén vagyunk, ami most zajlik Magyarországon. Visszatérve az egész menekültizére, valahogy az, amikor mesélted ezt a dolgot, hogy mit látunk Irakban, és közben a magyarok ugye, nem tudom, 90%-a hallani se akar, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál. Hát az, hogy 90-valahány százaléka ugye visszautasítja az itt meg nem jelenő menekülteket. De ez tulajdonképpen érthető. Tehát, hogy az érthető alatt nem azt mondom, hogy én egyetértek, vagy nem azt mondom, hogy nem kéne segíteni ezeken az embereken, csak én értem, hogy mitől félnek az emberek ettől. Ugye a Magyarország továbbra sem egy jóléti társadalom, bár benne van a világ, nem tudom, fölső 10%-ában, vagy nem tudom mennyiben. Hát de erről ugye a múltkor beszéltünk két adással, amikor volt erről a globális redistribúcióról szó. Nem, Magyarország egyáltalán, tehát hogyha most az átlagot nézzük, akkor abszolút középen van. Ez persze nem jelenti azt, hogy mit tudom, 4 millió ember Magyarországon így tényleg a létminimum alatt van. Na de én erről akarok, vagy jó, erre utalok, hogy ez tök érthető, hogy emberek félnek a kicsit is föladni. Ebbe egyetértünk, meg arról is beszéltünk már, ha nem is pont így kimondva, hogy a szegénységgel jár egyfajta ilyen butaság. Na, de itt arról... Kiszolgáltatottság. Igen, de félelmek. Figyelj, azok is elutasítják, akik felső középosztálybeliek. Azok is elutasítják, tehát ez nem kell szegénynek lenni. Nagyobb felelősség, hogy azok, akik... Igen, csak ma a felső középosztály, már elnézést kivághatod, ma a felső középosztály beliek 90%-ának nincs agya. De tényleg kivághatod. Nem, hanem elhatárolódunk ettől a kijelentést. Jó, ezt így akkor határolódjatok el a kijelentést. Szóval tényleg, tehát én nem károsztatom a magyar népet, vagy a magyar nemzetet, hogy ennyire utasító például ez az egész menekült válsággal kapcsolatban. A politikai rétegnek, meg a politikai vezetőknek van ebben felelőssége. Meg az értelmiségnek. Meg az értelmiségnek is, hogy erre mosták az emberek agyát. Máshogy fogalmazok, láttam egy vitát, azt hiszem, hogy az LMP-től volt benne az Ábrahám Júlia, és az Együttől a Spéth Judit, és talán ATV-ben volt, és arról vitatkoztak, hogy egyébként le kell bontani a kerítést, vagy nem.
És a Lebrám Júlia az LMP-től azt mondta, hogy nem, ő középtávon se látja ezt elképzelhetőnek, hogy le kell ilyen bontani a kerítést. Most ugye arról beszéltek mind a ketten, arról az utópiáról, hogyha 2018-ban bukik az Orbán kormány, és akkor jönne valami ellenzéki, most még ellenzéki kormány. És Péth Judit meg úgy fogalmazott, ő az Együttnek az egyik elnökségi tagja, hogy egyrészt nyilván le kell bontani a kerítést, de előtte az a felelőssége a politikának, hogy elmagyarázza az embereknek, hogy mitől nem lesz baj, ha lebontjuk a kerítést, és viszont helyette milyen más módszerek, meg intézmények, meg eszközöket kell bevezetni annak érdekében, hogy amik kialakulnak helyzetek, azokat tudjuk kezelni. Tehát azért mondom, hogy én azt, hogy az emberek 90%-a fél, én ezt megértem, mert erre kondicionálja a politika most már őket évek óta. Igen, de az ugye kéne egy felelős értelmiség Magyarországon, aki tényleg feláll, felszólal, stb. Mondok egy példát, ugye Zolinak nem fog tetszeni, már meséltem többször, hogy én nekem van a kedvenc kocsmám, ahol beszoktam látogatni, beszélgetni az emberekkel elsősorban ezért, és már iszonyúan sikeres vagyok ebbe a kocsmába, mert gyakorlatilag annyit beszélgetem már a menekült kérdésről, meg ezekről a kulturális élményeimről ott az ott lévő embereknek, hogy ma már senki sem menekült gyűlölő a kocsmában. Nem hiszem, ezt tényleg nem tudom elképzelni. Esküszöm. Én simán elhiszem. A törzs vendégekkel, tehát aki, mert ugye nagy a fluktuáció is, de van egy törzs vendégekkel, akikkel beszélgetek, azok már sok, nem azt mondom, hogy várják a menekülteket, nyilván. De már nem utálják őket. Tudást kaptak tőled, úgy néz a bontot. Beszélgettünk. Én tényleg azt gondolom egyébként, hogy ez alapvetően el van cseszve Magyarországon, középtáról el van cseszve. Ez nagyon sok idegrányom, hogy majd a Bélgében nemzet. Igen. Tehát, hogy itt most egy erre a témára fogékony generáció, vagy nem tudom, most néznek tévét, most néznek híradót, most naívak még abban az értelemben, hogy nem kérdőrezik meg azt, amit kapnak a médiából, meg a kormány propagandából, azok most már így lettek szocializálva, kész. De milyen korosztályról beszélünk? Most 30-asokról, most 40-esekről, most 50-esekről, milyen korosztályról szerintem beszélünk? Valahol a 30 és az 50 közé tenném, mert az a benyomásom, hogy a 20-asokat egyszerűen nem érdekli a politika, teljesen megvannak. Tisztelet a kivételnek biztosan van. Én nem vagyok 20-as. Tudom. Én is hiszem, hogy a Miula jó. Csak olyan tekintetet kaptam, mint hogyha ezzel nem értenél egyet. Szerintem az a 30 és 50 közötti korosztályt most itt ezzel átmosták. Csapongok, de azért kérdezem ezt a korosztályt. Igazán az Zolinak, ugye az én gyerekeim 20-as évek elejében járnak, egyáltalán nem érdekli őket a politika. Azért kérdeztem erre rá, ugye körülment a neten az a kúb, az a 10 másodperces műfaj. Tudjátok, az ment körbe, ahol Tálai András, miután csökkentette a benzin mezőkövet környékén, akkor egy idős néni az autóból kiszállva mondta pont a tévésnek, hogy annyira örül, hogy Tálai elvt. Képviselő úr, csak zárja azt a kubot, én csináltam egyébként, de ez most teljesen taps. Mindegy, igen. Hanem, hogy én azon gondolkodtam, hogy ez a hölgy, ez ránézésre mondjuk 65 éves. Ez azt jelenti, tehát nem 93-ban vagyunk, ahol a 93-ban a 65 éves emberek mondják, hogy elft, és már rájönnek, hogy már nem a tanácsba mennek, hanem önkormányzathoz, és nem a Mártirok útja, hanem mi az András, vagy az ott a néphadsereg, vagy mit tudom én. Mártirok útja, ez a Margit körül, és Mártirok útja, igen. Jó, tehát nem erről van szó, hanem most 2017-ben 65 éves a néni, ez azt jelenti, hogy ő a rendszerváltáskor 40 éves volt. Jó, de 35 évesen volt 80-as évek közepén, vagy 32 évesen, vagy 33 évesen, tehát, és hirtelen neki erre elvtársadni. Persze, hogy a NER-ről beszél, tehát a mai magyar rendszer, az tökéletesen beleillik a komcsi rendszerbe, tehát hogy ezért Tálai elvtárs, de nekem még ekkor se jutna eszembe magamtól sem mondani az elvtársat, mert én mondjuk a 80-as években 10 éves voltam. Ezért kérdeztem a korosztályt, hogy akik most szocializálódnak. Ugye amikor én most korosztályt emlegettem, akkor a menekültekkel szemben való ellenérzések, belenevelésre beszélek. Azt szerintem áll az, amit mondok. A néni jött a Cubotban, én azt gondolom, hogy hát a saját 20-as éveiben szocializálta magát úgy, hogy neki elvtársak vannak, ugye? Igen, így van. És ő egy ilyen politikai szitúban automatikusan használja már az elvtársat. Oké, csak azért kérdezem ezt, akkor ez, ami most a lelkekben ez a mérgeződés megtörtént, az a következő 30 évben itt lesz velünk, vagy 40 évben. Belőlük már nem fog kimosódni, és azt gondolom. A részéből, vagy más a kisebbségből, igen, tehát én azt gondolom, hogy embereket meg lehet győzni. A Vianak is megszűnt, vagy sikerült a kocsmában ezt elérnie. Igen, de ez csak ilyen, tehát ez ilyen iszonyú munka, és csak így alulról szerveződve lehet.
Tehát fölülről nem. Ahogy fölülről lehetett mosni, tényleg felelőssége van az mindenkor kormányzó politikai rétegnek, hogy mit csinálja. Utálni meg elutasítani mindig sokkal könnyebb, mint megérteni és elfogadni. Tehát ez a probléma. Uh-huh. Tehát ugye, meg hát elnézést, hogy ilyet mondok, de hát ezért itt a kocsmában van egy ilyen emocionális aspektusa is a dolognak, érted? Tehát ott vagyunk, kevesen vagyunk, meleg van, még sör is van, érted? Tehát, hogy ez is benne van a pakliba. Megmondom ez hogy utálni sokkal egyszerűbb. Utálni sokkal egyszerűbb. Na hát én is hozok akkor egy hírt, rövid hír. Nekem talán 3 gondolatom van róla, de lehet, hogy nem ér többet. Amióta a Momentum becsekkolt a magyar politikai életbe, ugye ez 2017 januárja vagy valami ilyesmi, ugye az olimpia elleni aláírásgyűjtéssel indultak, azt sikerre vitték, mások segítségével, de nagy rész azért ezt ők vitték sikerre, és onnantól kezdve beindult ez a dolog, hogy mindenki népszavazásokat akar csinálni. Van, ami sikeres volt, például Római Gát, az úgy néz ki, hogy most egy időre lekerült megint a napirendről, és van egy csomó, amit elkaszáltak. Ennek a legrakatásabb példája, hogy nem tudom, talán Vágókában 49 kérdés adott be valamikor májusban, vagy szóval tényleg ilyen őrület. És akkor most van egy újabb népszavazás, ami a civil törvény törlésével kapcsolatos. A Momentum adta be egyébként, átment az Alkotmánybíróságon, meg mindenütt átment, tehát engedélyezték, van rá 90 nap összeszedni, és az összes civil szervezet kihátrált az aláírás gyűjtésből. Az Amnesty-nek itt van előttem a szövege, mert ott végül is tulajdonképpen megindokolják, hogy miért nem vesznek ők sem, meg a többiek sem részt. A lényege az valahol itt van. Hát, én szerintem ők azt írták le, nem, hogy egész egyszerűen nem kívánnak ezzel foglalkozni, nekik nem az a munkájuk, hogy az őket körülvevő jogszabályi környezet alakításán dolgozzanak, hanem a bármilyen jogszabályi környezetben a saját céljaik. Nem ezt írták le. Igen, hanem? Ők azt írták le, hogy eleve alkotmánysértő szerintük a törvény, és egy alkotmánysértő törvény ellen nem népszavazással kell föllépni, hanem ki kell mondatni annak. Az Alkotmánybírósága. Például az Alkotmánybírósága, vagy ha azt sem mondja ki, akkor vinni tovább uniós szintekre, ki kell mondatni, hogy alkotmánysértő. És ez, tehát, hogyha valaki a halálbüntetésért akarna népszavaztatni, ami szintén alkotmánysértő lenne egyébként halálbüntetésre alkalmazni, az is ugyanúgy hülyeség, mert tehát nem az alkalmas eszköz. Pontosan erről van. Szóval egyébként ez ilyen szimptomatikus, mert nekem ezzel a Momentummal mindig ez a bajom. Hogy mindig valami hülyeséget találnak ki. Tehát ez vannak a tipikus, jó ötleteik, amikor több az akarás, mint az ész. Ez a Momentum. Nem folytatom, mert elkezdhetném a utca, a névtáblákat, tudom azt, de arról már beszéltünk is, de visszakanyarodva, tehát nekem, és az érdekes, amit mondasz, szerintem simán lehetne olyan szituáció, hogy civil szervezetek egyébként részt vesznek ilyen népszavazásokban, vagy aláírás gyűjtésekben, vagy aktivisták. Például a Római Parti mobilgát ügyében. Igen, a Római Parti mobilgát ügyében a Greenpeace-től kezdve az összes civil szervezet beállt. Mindenki. Szerintem nem az a vízválasztó, hogy szerintem a civil törvények két tanulság van, azon túl, hogy teljesen igazatok van abban, hogy a bíróságnak kéne kimondani, hogy ez egy marhaság. Hogy akkora marhaság, hogy nem érdemes vele foglalkozni. Tehát egy Amnesty-nek én szerintem rengeteg dolga van, nem ér rá most azzal foglalkozni, hogy ő neki most oda kell írnia, hogy a mennyi külföldi pénzt kapott, vagy sem a honlapjára. Most ugye ott vagyunk, hogy nem írják oda, tehát hogy 6 vagy 7 szervezet, a TALSZ, az Amnesty, többen, a Helsinki Bizottság bolykottálja a törvényt, és nem tesznek neki eleget. Jól teszi. És akkor ezzel ő ki is pipálta azt a feladatlistáját, hogy mit nem kell biztos, neki ezzel a törvényekkel kapcsolatban tenni. Nem biztos, mert a következő lépés szerintem az lesz, hogy a NAV megvonja az adószámukat. Tehát, és onnantól kezdve, ha nincs adószámuk, nem jogszerűen tudnak tevékenykedni, és onnan 3 hónap is betiltja a bíróság. Nem betiltja, hanem megvonja bejegyzői határozatot, vagy mit tudom. Gondolod, hogy az Amnesty lehetetlenné tételen Magyarországon az egy... A kormányzat által megléphető... Igen, nem most, majd a választások után. Majd a választások után. Nagyon sötéten látjuk a jövőt. Hát, nem, én csak a folyamatot mondom. Értem, hogy elvihető idáig, hogyha... Szerintem simán elvihető akarat. Idáig, igen. Hát figyelj, lehet, hogy pont erre játszik az Amnesty. És pont ezért nem értek egyet az, hogy a civil törvény, amivel kezdted, hogy ez az egy, nem így fogalmaztad, hogy bagatell, de ez volt a lényeg, amit akartam. Nem, csak hogy megint elviszi a szkópot arról, hogy ők valami
vannak feladataik, amiket el akarnak végezni, és ehelyett azzal, ugye az Amnesty most hány emberből áll, hasamra ütök, bocsánat, hogyha tévedek, de 15 emberből áll, aki jobbára önkéntes ráadásul, és van rengeteg olyan ügy, amivel foglalkozniuk kéne. Gondolod, egy apparátusnak felállítani arra, Biztos, hogy nem. Egyet, igazad van. Jó, csak hogy annyira szimptomatikus ez, ami majd itt fog történni, hogy ezért én megbocsájtom, hogy a Momentum például egy ilyen ügyet hoz be, mert szerintem iszonyú fontos, miközben ezek az ügyek rendre elsikkadnak a napi mocsárban, és ezek fognak visszaköszönni fél év múlva, egy év múlva, két év múlva. Meg... Jó, igazatok van, az a baj, hogy én annyira rendszer szintűnek látom ezt az egész problémát, hogy nem tudok elakadni ilyen. De a rendszer szintű az emberek fejében lévő rendszer szintű probléma. Senkit nem érdekel semmi, nem történik semmi. Egyébként hogyha ki is hátrálnak belőle a civil szervezetek, attól még a népszavazást meg lehet valósítani, a Momentum beleállhat ebbe a dologba. Így van, és ezért viszont politikailag ez egy rettentő kockázatos. Most már a Momentum lenyilatkozta, hogy ők egyedül is összegyűjtik a nem tudom 2000 aláírás, nem fog menni, ellenben lesz egy baromi nagy kudarc márciusban, amit nyilván a teljes magyar média, arról fog szólni, még az ellenzéki média is, hogy lám, az ellenzék egy nyambat nem tudom mit se tud összeszedni, ami országos népszavazás. Ez mindez mondjuk egy hónappal a választások előtt. Tehát hogy ezért kockázatos egy ilyen politikai dologba belemenni, mert a végén olyan kudarc lehet, amire mindenre rányomja a bélyegét. Lehet, hogy én pessimista vagyok. Most néztem meg egy fél nappal ezelőtt egy, azt hiszem Euronews, vagy Euronewsnak kell mondani, egy Euronewson egy bejátszást, hogy Moszkvában egy újabb törvényt fogadtak el a civil törvény mintájára, az összes nem orosz tulajdonú média vállalatnál ugyanúgy ki kell írni, hogy idegen ügynökök és idegen államokkal szolgálnak. Mindegyiknél. Tehát ne gondoljuk azt, hogy nem jön be ez a törvény majd Magyarországra mondjuk 3 év múlva. Be fog jönni. Egy megoldás van, le kell váltani a kormányt, és úgy megváltoztatni a törvényt, és nem pedig abban reménykedni, hogy ezzel a kormánnyal, ettől a kormánytól kényszerítjük emberek, ki ennek a megváltozását. De az emberek meg nem akarják leváltani a kormányt, ez látszik. De ez nem csak, tehát azt hiszem ez egy globális probléma, hogy tolódunk jobbra, és egyre nagyobb a nacionalizmus. A másik alapvető probléma, hogy nincs baloldal. Tehát világszinten sincs baloldal, mert mit azért, figyelj, a baloldalinak lenni, most lehet, hogy nevetni fogtok, de legalább, aki baloldalinak mondja magát, legalább ideájában legyen antikapitalista. Még ha tudja is, hogy egy pár emberöltőig ez nem valósulhat meg, de legalább az ideája legyen az, hogy ő antikapitalista. Én például nem vagyok antikapitalista. Miért szerinted meg lehet szelídíteni a kapitalizmust? Én szerintem igen, de akkor lehet, hogy erre majd egy külön adást kéne szentelnünk, úgyhogy normálisan fölkészülünk rá. De én például nem vagyok antikapitalista. Nyilván biztos van egy csomó baloldali érték, amit magaménak vallok, de akkor ilyen formában én nem vagyok baloldali. De erről is ember. Már beszéltünk a múltkor, nem tudom, azt kivágtad, vagy benne maradt, amikor arról beszéltem, hogy ugye a kapitalizmus az addig volt elviselt az 50-es, 60-es, 70-es, 80-as években, amíg ott volt a ellenpontként a vörös ördög, ugye a Szovjetunió meg a keleti blokk. Tehát ez egyértelműen látszik, hogy attól, hogy megszűnt ugye 89-91-ben megszűntek ezek a úgymond veszélyek, azóta a kapitalizmus az szabadul el. De mit tudom, Svédországban, meg Finnországban, meg Norvégiában nem szabadul el a kapitalizmus. Hát ott sem az van már, mint 20 évvel ezelőtt. Ugye én Izlandon voltam most majdnem egy évig. Most éppen voltak választások, és most úgy néz ki, hogy baloldali kormány lesz, de hát Izlandon is elszabadult a pokol. Jó, persze, az nem pokol ahhoz képest, ami itt van, de magukhoz képest pokol. Tehát ahhoz képest, hogy a 80-as, 90-es években mi volt, meg most mi van Izlandon, és hát hőbörögnek is rendesen. Jó, szerintem erre szálljunk majd. Készüljünk fel rá jobban, igen. Készüljünk rá fel jobban, de ha már itt a baloldaliságnál tartunk, neked van egy másik témát, amit be szeretnél dobni, hogy egy kicsit beszéljünk róla. A nevezetes Paprika Kinga versus Bajusz Orsolya. Igen, de én ezt is mondtam neked, hogy nagyon szívesen beszélek erről, de nem így annyira konkrét esetről, mert annyira méltatlannak akkor találom. Akkor is foglaljam össze a hallgatóknak, vagy csak elég, ha belinkeljük, ha valaki majd belinkeljük, igen, és akkor annyira méltatlan, tehát ugye itt arról van szó, hogy két önmagát feministának mondó hölgy összeveszett egy kocsmában,
állítólag az kis üzemben. Egy kis üzemben, igen. Állítólag az egyik színjózan volt, a másik kevésbé, nem tudom, én nem voltam ott, csak ugye erről szólnak a hírek. És hát az egyik hölgy leköpte a másik hölgyet, és meg is ütötte. És igazából nem erről a konkrét esetről kéne beszélni, hanem biztos furcsa így egy nő szájából, de én azt gondolom, hogy ezek a militáns feministák, meg a viselkedésük az kezd kontraproduktív. Oké, okay, kérek egy gyors apróhoz. Mi az a militáns feminista? Várj, ne arról, csak azért, mert ha olvasok néha a 888 nevű sajtóterméknek nem nevezhető valamint feminácikról, meg nem tudom, vannak ezek az ilyen címkék, és egyiket sem értem, hogy micsoda. Mi a militáns feminista? Hát én azt tartom militáns feministának, amikor egyes hölgyek vagy feministák már úgy akarnak megváltani más hölgyeket, hogy igazából azok a nők nem akarják ezt a megváltást. Én ezt úgy szoktam hívni, hogy bolsevik tempó, amikor ők tudják, hogy nekem mi a jó. Uh-huh. És én ezt nem akarom. Akkor vissza kell utalnom erre a konkrét konfliktusra, mert itt pont arról van szó, hogy a Bajusz Orsolya nevű magát képzőművésznek mondó, vagy művésznek mondó, de még objektumot nem létrehozó feminista. Jaj, hát a művészethez már nem, objektumokat csinálunk. Így, ezt ő is így fogalmazta meg. Igen, tehát hogy ő, neki azért van ellenérzése a Paprika Kingával kapcsolatban, mert hogy a Paprika Kinga elfogadja a fennálló rendszer. És persze a Paprika Kinga azt mondja, hogy ő nem fogadja el, csak valami más. Igen, magyarul te akkor nem értesz egyet például ezekkel a harcos feministákkal, hanem inkább a Paprika Kinga által vitt, nem tudom, agendával? Hát az a probléma, hogy én ezzel nem foglalkozok. Tehát uh-huh. ugye nem vagyok feminista, és nem is foglalkozom ezzel az üggyel, mert nagyon problémásnak látom. Tehát a Virginia Woolfnak van egy könyve, a Három adomány, és ott mond egy olyat, amit én nagyon komolyan gondolok, hogy az a problémám, hogyha a nők valószínűleg, amit nagyon messze vagyunk még, de ha ugyanolyan sikeresek lesznek, ugyanolyan, mindenben ugyanolyan jogaik lesznek, mint a férfiaknak, valószínűleg ugyanúgy el fogják ezeket a hibákat követni. Ezeket a hatalmi Igen. hibákat? Hát ez mai napig is így van. Tehát a másik probléma, hogy ez valószínűleg a személyes életemben is gyökeredzik, hogy én nekem hatalmi problémáim, valószínűleg azért, mert mindig női főnökeim voltak, mindig a nőkkel. Tehát engem hímnemű ember nem csinált ki. Tehát nekem a hatalmi problémáim mindig nőkkel voltak. Tehát a nők ugyanannyira macsók tudnak lenni, ha olyan pozíciót. Ezt mondják, lesz, hogy Leszényi Enikő is ezt mondják, meg sok ilyen női főnökre, aki nyilvánosan írja. És az a problémám, igen, hogy ezeket majd vág ki nyugodtan, hogy a mai feministák nagy részét én macsónak tartom. Én szerintem minden egyes érvelésben, ott, ahol valaki szélsőségessé válik, legyen az igen. nő, férfi, legyen bármi a téma. Feminista. teljesen mindegy voltak éppen, hogyha teljesen kisajátítja a témát, és azt gondolja, hogy csak neki van benne igaza, az automatikusan invaliddá teszi az ő álláspontját. Hát meg ugye itt két olyan hölgyről beszélünk, akik mégiscsak értelmiségiek, tehát doktori iskola, meg nem tudom, miket olvastam. Igen. És hát ugye, az nem meg is osztottam, van a Rosa Luxemburgnak egy mondata, amit én nagyon komolyan gondolok, hogy az így hangzik a mondat, hogy a szabadság mindig a másképp gondolkodók szabadsága. Tehát, hogy érted, én értelmiségi vagyok, és nem tetszik a másiknak a könyve, mert szerint akkor leülök vele, és beszélgetek. De nem oda megyek, lekurvázom, leköpöm, és felképelem. Hát ez érted, ez nonsense. Ilyen nincs. És az sem mentség rá, hogy ivott egy kicsit. Hát én nekem az az elméletem, hogyha valaki iszik, akkor az alaptulajdonságai jönnek ki jobban. Igen. Tehát nem mentség, hogy ivott. Jó, akkor tanulság nincs, de mi van még az ilyen harcos feministák mellett még ilyen, ami a feminizmusra hát nem csak a harcos, hanem van egy ilyen másik jelenség, ez nem csak a feministákra vonatkozik, hogy a tudomány embereinek egy nagy része hajlamos erre a szektársodásra. De nyilván a feminizmusban is ez van, hát meg minden ilyen csoportosulásnál ez van, hogy... Hát meg amit mondtam, ami nagyon fontos, hogy tehát a feminizmusra, gender studiesra szükség van. A kettő ugye nem ugyanaz, de ezekre szükség van. És ezekkel a lépésekkel, amit ugye uh-huh. mondtam, kontraproduktív. Tehát, hogy aki... Tehát én is úgy vagyok ezzel a
Tudják, hogy mi ez a gender, de azt látják, hogy két izé, vagy nem tudják, hogy mi ez a feminizmus, de azt látják, hogy két feminista. De ők nem a feminizmus tekintetében kontraproduktívak, hanem azáltal, hogy szélsőségesek, hogy fundamentalisták, hogy erőszakosak az ott esetben egy adott kommunikációban. Na igen, csak ugye itt az a probléma, hogy ugye őnekik a témájuk is erről szól. Tehát ugye a feminizmus témájában is arról szól, hogy nem kell az erőszak, nem kell a macsóság, nem kellenek ezek a férfi principiumok, vagy nem tudom, hogy kell mondani. És ezek után minden úgy zajlik, hogy macsók, erőszakosok, és tehát ezzel engem ez a téma érdekel, és ráadásul egyáltalán nem értek hozzá. Szerintem tök jó lenne meghívni egy nem harcos feministát erről beszélgetni. Nem tudom, hogy lenne elkedetek rá. A kedvünk lenne, létezik nem harcos feminista? Szerintem van, igen. Biztos, hogy van, csak azok ugye logikájából következően nem annyira kerülnek előtérbe, mert ugye nem harcosak. Igen, nem annyira hangosak. Mindig a leghangosabbak viszik a prímet, és egyébként, bocsánat, de hangosokra is szükség van. Ilyen ékként viszik előre a... Mire lehet már lefordítani egyet a feminizmus? Tehát a feminizmus egy ilyen nők jogaival foglalkozó érvelés... Ha megkérdezik tőlem, hogy én például feminista vagyok, én mindig azt mondom, hogy igen, és hogyha megkérdezik, hogy miért, akkor például azért, mert ki lehet számolni, ki lehet mutatni, és nem csak azzal, mert zsonglőrködnek a statisztikai számokkal, tényleg kevesebbet keresnek a nők, mondjuk 15%-kal, mint a férfiak átlagosan. Tényleg létezik üvegplafon, az ugye azt jelenti, hogy még középvezetői szintig is, még osztályvezetőig is sok nő van, még főosztályvezetőig is, igen. És egyszer csak, hopp, vezérigazgatóból már csak 10-ből 1, vagy 20-ból 1 vezérigazgató az, aki nő. Tehát üvegplafon jelensége ugyanúgy létezik. A politikában is tökre létezik az, nem csak az egy dolog, hogy az országgyűlésben mennyire kevés, hogy a Fidesz frakció mennyire kevés, általában baromi kevés nő az, aki egyébként politizálni akar, és azt mondja, hogy egy párban elkezd ebben dolgozni, és jut előrébb. És egy csomó ilyen dolgot lehet mondani, aminél hátrányban vannak, és mondok egy nagyon egyszerű, kurvára nincs megfizetve, például a házi munka. Pontosan, a gyereknevelés. Gyereknevelés, és nem azt mondom, hogy fizetést kell adni, bár én tőlem még azt is lehetne. Én szerintem igenis. De hogy a nyugdíjba például nem számít bele? Már nem számít bele a szüleim korosztályába. Tehát ugye és ezek nagyon fontosak. Anyukám, a volt anyósom attól, hogy ugye gyerekei, tehát hogy kapta korkedvezményt, nem tudom én egy gyereknél, most hülyeséget mondok, lehet, hogy kettő, nem tudom, de hogy pár évet kaptak emiatt, tehát hogy előbb mehettek nyugdíjba. És azt mondjuk, hogy a feminizmus a nők jogaira való küzdelem, és ez nekem is ez, tehát én egyetértek veled, akkor a férfi és nők közötti különbözőségeknek a magyarázása, az mondjuk akkor a gender study? Abban transz dolgok is benne vannak, nem? Meg mindenféle ilyen dolgok benne az vannak. Igen, az egy kicsit bonyolultabb. Én nem tudom. Gender studies az ugyanúgy foglalkozik a férfiakkal is. Igen, természetesen. Tehát a különbözőségekről. A biológiai, társadalmi különbözőségek, igen. Hát meg ez ennek a együttműködéséről is. Ez a gender studies, ez a szerepekkel foglalkozik, az most ez fizikai szerep, társadalmi szerep, szexuális szerep, nem tudom, sok minden lehet, hogy ezekkel így foglalkozik. Semmény Zsolt szerint nyilván nincs rá szükség ezekkel foglalkozni, mert hogy férfi az férfi, nő meg nő. Akkor az úgy fordítottam le, hogy minden szerepben ugyanannyi joggal bír, mint minden szereplő, mert nem is mindkét, hanem akár színesebb a paletta. Mindenki szabadon választhassa meg, hogy ő milyen szerepben akar lenni. Ha viszont valamit megválasztott, akkor egyébként ugyanannyi jogok és kötelezettségek illessék meg, például ugyanannyi pénzt keresse, mit tudom. Miért? Hát kb. Gondolom ezt jelentheti. Egyébként még az merült fel bennem, mert pont volt egy ilyen vitám is, hogy arról mit gondoltok, hogy én nem tudom, hogy mit gondolok róla, csak szoktam rajta gondolkodni, hogy kell-e kvóta? Szerintem kell, én határozottan kvótapárti vagyok. Tehát, hogy mert a kvótával lehet betartatni azt az irányelvet, hogy több nő legyen adott pozícióban. Igen, akik azt mondják, hogy nem kell kvóta, ők a meritizmus vagy meritokrácia irányából közelítik, ők azt mondják, hogy ugye meritokrácia az azt jelenti, hogy te érdemes vagy arra, igen. És emiatt, mivel te tehetséges vagy, sokat dolgoztál, te nyilván előrébb fogsz jutni. És ez, szerintem a meritokrácia irányából közítés az tök valid, tehát tök fontos, és pont az a gond, hogy nem működik Magyarországon sem, meg Magyarországon nagyon sok helyen a meritokrácia, tehát hogyha valaki tehetséges, nem feltétlenül azért tud előrébb jutni, vagy
kellenek egyéb skillek is, például a nyalás képességétől kezdve. Ja, világos. Igen. Skillek, igen. Hát most ugye látjuk a magyar közéleten, hogy, hogy mekkora pancserek vannak vezető pozícióban. Igen, és én viszont azért vagyok kvótapárti, és akkor erről is érdemes beszélgetni, mert hogy ez magától nem fog előfordulni, hogy magától megváltozzon, vagy csak nagyon-nagyon lassan, a 100 éveket jelent ez a lassúság. Tehát, hogyha van eszköz arra, hogy ezen a folyamaton gyorsítsunk, akkor ezt használjuk a 10-20 éven keresztül, és utána el lehet törölni. Én csak ezért. Ez egy baloldali gondolkodás. Úgy értem azon, hogy fölülről valamit, ha tetszik, bolsevik gondolkodás, bolsevik tempó, fölülről valamit kitalálunk, azt bevezetjük a társadalomnak, akkor a társadalom ezt így megérti, majd el lehet törölni. Csak ugye a bolsevik soha nem álltak itt meg, hanem még tovább fokozták az izért. Olyan, csak ismételni tudom magamat, én nem tudom. Nagyon sokat gondolkodok, nem tudom, hogy kell-e a... Tehát ugye a cél szentesíti az eszközt, nekem hát ez igen, a problémám. Lehet, hogy egyes esetekben meg lehet engedni, tehát én se utasítom el teljesen a kvótadó ügyet, de nagyon nehéz ez a kérdés. Igen, a meritokrácia, az ha már itt ideológiákról beszélünk, én azt hiszem, hogy ez egy kifejezetten jobboldali, tehát konzervatív ideológiába tartozik. Ha valaki nem tehetséges, nem jut előrébb, nem érdekli minket az egyenlő jog, meg az kevesebb jogot kap, hogyha, meg kevesebb kötelezettséget is, hogyha valaki nem annyira érdemesül rá. Ugye ez most a szélsőség, tehát a túlhúzom a meritokráciát, és az a bajunk ugye manapság, hogy igazából a mai magyar kurzus sem jobb oldali, tehát nem konzervatív politikát csinál az Orbáni rendszer, hanem... Tisztára össze van maszatolva ez az egész, de hát a bal liberálisok se nem baloldaliak, se nem liberálisok, és a jobboldaliak se nem konzervatívok. Igen. Hát például ugye most hivatalosan konzervatív kormányunk van, hát ugye a konzervativizmusnak egyik lényege annak kéne lennie, hogy a kultúránkat, a műveltségünket, stb. Konzerválja, odafigyelre, stb. Hát ez a kormány semmi más... Óvatosan megújítsa, hogy az is belefér még a konzervatívizmusba. És ez a kormány semmi más nem csinál, mint hogy ezeket a műemlékvédelemtől kezdve, elnézés, ugye művészi történésznek, mindent leépített. Hát a műemlékvédelmet azt szétverték. Teljesen. Az lényegében szétverték. Szóval semmi konzervatív. Erre majd be fogunk linkelni egy-két cikket a show-nozom, most ebben nem futunk bele, de az lényegében szétverték a műemlékvédelmet Magyarországon. Neked van valami rövid híret hoztam. Mégpedig az, hogy megjelent most egy hír, talán pont ma, vagy tegnap, szóval nagyon friss, a Boston Dynamics nevű, azt hiszem amerikai cégnek van ez az Atlas nevű projektje, robotja, ami ugye most a mozgásnak a fejlesztése zajlik ennek a projektnek a keretében, és ami hátaszaltot ugrik a robot egy videón. Ugye korábban ezt ilyen négylábú kutyaként láttuk, ma már teljesen emberszerűen viselkedik. Ami bennem azért, vagy azért lett az én fejemben ebből hír, mert ennek kapcsán megint elkezdtek beszélgetni mindenféle közösségi szájtokon. Elveszik a munkánkat a robotok? Igen, így van, elveszik a munkánkat, és akkor már most találkoztam azt hiszem először közösségi portálon, vagy közösségi szájton olyan hozzászólással, ami erőszakos volt. Tehát aki azt mondta, hogy ő majd részt fog venni ezeknek a roboknak a meggyilkolásában. Ó, neoluddizmus! Igen, így van. Ami engem teljesen így megdöbbentett, hogy jesszuson már itt tartunk. Ugye mindeközben mennek ezek az AI fejlesztések, tehát előbb-utóbb közel intelligens computing bele fog költözni valószínűleg ezekbe a jól mozgó testekbe. Előbb-utóbb találkozni fogunk azokkal a funkciókkal, amik ilyen android-szerűen viselkednek. Nem minden mobiltelefon operációs rendszerként, hanem... Ha a mobiltelefon operációs rendszere meg fog jelenni egy végtagokkal rendelkező szerkezetben, ami mozogni képes és feladatokat elvégezni. És arról hallottatok, hogy kapott állampolgárságot Szaúd? Igen, valami... Szaúd-Arábia valami... vagy azt hiszem egy robot, igen. Szaúd-Arábiából, nem Japánban? Nem. Valamelyik, igen, arab országban. Most nem vagyok benne biztos, hogy én ezen átfutottam, ezen láttam, hogy valamilyen volt. Nem, leellenőrizzem, melyik országban? Nem tudom, elkezdődött Szaúd-Arábiában, ott a nőknek is kis túlzással nincs állampolgárság, nem hogy a robotoknak. Jó, lehet, hogy hülyeséget mondtam, de mégis arab országra emlékszem. Mindjárt az leellenőrizzem. Katar, vagy valami ilyesmi. Mondjuk a Katar is, az is egyház. Az is, igen. Egyház irányítás alatt van. Remélek a nemzetközi világtárra is megnézem. Az interwebre? Az információ szuperstrádára. Az információ szuperstrádára, igen. Dostojevszkinek most volt a születésnapja, ezt már láttam, 196 éve született.
Na mindegy, szóval engem igazából továbbra is az döbbent meg, hogy szinte bármi képes erőszakot kiváltani az emberekből, csak azért, mert nem ismerik és félnek tőle. És lassan, mint hogyha ez is elérkezne. Láttatok azt a diagramot? Nem tudom, hogy pár évvel ezelőtti talán egy tudós csoport vagy valamilyen ilyen big datával foglalkozó csoport csinálta, hogy... Itt van. Szaúd-Arábia. Azt a mindenit. Ezen meglepődtem. És milyen célban? Céllal készült az a robot vajon? Nagyon csinos. Egy művészettörténész kolléga rakta fel nekem az oldalamra, hogy én mit szólok hozzá, mert ő le van döbbenve, és megmondom őszintén, én nekem egyáltalán nincs rossz. Tehát meghallgattam a robot hölgyel az interjút, nekem egyáltalán... A te Turing-teszteden átment? Nincs rossz véleményem róla, egy rendkívül empatikus, jóhumorú, altruista, szociálisan érzékeny hölgyről beszélünk, tele pozitív energiákkal, és mondtam is a tündének, a kolléganőmnek, hogy én annak idején dialógus esztétikával foglalkoztam, és hogy szerintem egy ilyen robottal nagyon jól tudnám ezt a dialógus esztétikát megvalósítani, mert hogy mi, tehát hogy nincs benne semmi kiszerű, nincsenek hogy komplexusai, tiszta lelke van, tiszta agya van. Úgyhogy azt nem tudom egyébként, hogy azt hogy csináltak, hogy még humora is van, tehát az elképesztő. Az csak programozás kérdése. Jó, de én nem értek el. Ennél talán bonyolultabb az ügy, igen. Ahhoz kell némi empátia, hogy humoros egy ilyen, mert föl kell ismert, hogy kivel ő szemben. Meg hát a kontextus ismeret, ugye az sem árt, mert a humor azért kontextus függő is, ha csak annyira nem nagyon, nem filozófikus a vagy. Szóval egy diagram ment körül most a neten, vagy legalábbis én most találkoztam vele, hogy analizálták az elmúlt 500 év háborúit, de az egész földbolyón, hogy melyik évben mennyi volt, az mennyi... Hát mennyien haltak meg bele az adott háborúkban, meg harcokban, meg csatákban, és az látszódik, nyilván a második világháború, meg az első világháború ilyen kiemelkedő ilyen csúcsponttól, és azóta így csökkenni folyamatosan gyakorlatilag az 50-es évek óta, de ha visszanézzük az elmúlt 500 évet, most fog, tehát jönnie kell. Ez csak arra jutott eszembe, amikor mondtad, hogy emberek bármi ellen tudnak agresszíven föllépni. Igen, az emberek agresszívek, elég agresszívek az emberek úgy általában. Ez az egyik, amely eszembe jutott, a másik, hogy művészetileg nem láttatok azt a... Van egy amerikai hölgy, művész, aki mikor elindult ez az egész Boston Dynamics féle dolog, hogy ők mindenféle kutyákat, meg nem tudom miket programoztak mondjuk 20 évvel ezelőtt, akkor ő beszerzett egy-két ilyen robotkart, meg robotot, és így csinált olyan videókat, hogy így a robot őt megeteti műzlivel. De ezek ilyen baromi kezdetleges videók voltak, és így mindig pofán vágta az arc, meg így a műzlit így ilyen nagyon darabos mozgások, hogy rakta bele a szájába a művésznőnek, meg így öntötte a tejet, de az a fejére ment rá. Nem láttad egy ilyen videót? Olyan szakadsz a röhögéstől, és ez ugye 10 évvel ezelőtt még nem gondoltuk, hogy ennyire hamar eljutunk odáig, hogy mondjuk szaltozni tud a robot. Ez be fogom linkelni, mert ez nagyon-nagyon vicces. Hát... Jó. Na jó, de most ugye visszatérve erre, hogy azt mondtad, hogy megint itt az ideje egy háborúnak. Tehát, nem itt az ideje, bocsánat, csak... Nekünk is kicsit az... Hát a diagramra alapján, igen. De ugye a gazdasági válságokat is ugyanígy ki tudják diagramok alapján számolni nagyjából. Hogy oké, csak hát ugye most már tényleg azt gondolom, hogy az emberiségnek lehet, hogy meg kéne ugrani a magát, és valahogy kezelni ezt az egészet. Mert ugye a háborúka még az a másik óriási probléma, hogy a technológia iszonyatosan fejlődik. Tehát ugye, amit az Einstein mondott, ugye megkérdezték tőle, nem tudom, ismeritek ezt a, lehet, hogy mitosz, vagy nem tudom, legenda, hogy megkérdezték tőle, hogy a harmadik világháborút mivel fogják vívni, és azt válaszolta, hogy azt nem tudom, de hogy a negyediket az bunkókkal. Tehát, hogy ugye ez a probléma ezzel a... Igen, de ez például nem... Ez azt hiszem, hogy ez igaz, de közben ez nem valósult meg. Tehát a 50-es években is, hogy mindenki már a disznóból válság, a kubai rakétaválság, mindenütt az volt, hogy na, akkor ez lesz a harmadik világháború, és atomfegyverekkel elpusztítjuk magunkat, és azóta is rengeteg háború volt, és egyikben sem vetettek be atomot. És valószínűleg most se fognak, hogyha lesz majd nagy. Jó, de érted, bőven elég, ha egyszer valakinek elgurul a gyógyszere. Az a kérdés, hogy kinek gurul. Na most az Észak-Korea itt a kérdés, szerintem is. Én nem hiszek abban, hogy Észak-Koreának el tud gurulni a gyógyszerein. Szerintem már el van gurulva a gyógyszerünknek. Oké, csak nincsenek meg azok az eszközök, akkor sem a kezében, amivel egy olyan mértékű válságot, hogy háborút tudjon kirabbantani, ennek a vége utána a bunkos bot.
Én nekem meg pont az az elméletem, hogy Észak-Korea most van azon a határon, hogy mondjuk 5-10 éven belül, tehát most ugye interkontinentális ballisztikus rakétákkal már elérik a nyugati partját Amerikának, plusz van neki atombombája, kettő még együtt nincs meg, de majd szerintem 5-10 éven belül meg lesz. Hát én ezért érzem azt, hogy Amerika vagy most lép valamit Észak-Koreával szemben, vagy már nagyon késő lesz. Mert ők viszont teljesen idióta, tehát azok tényleg kidőlik. De ott nem, de amennyire én tudom, az USA-nak van egy védelmi rendszere, tehát hiába lőnek királyuk egy ilyen balisztikus rakétát atomfejjel, szóval az óceán fölött meg fogják semmisíteni. Az is milyen jó lesz mindenkinek. Nyilván nagyon kellemetlen lesz, majd megy mindenfel a rádióaktív felhő. Igen. De hogy azért, tehát ez nem fog kirobbantani egy olyan konfliktust, ami után újabb kőkorszak következik a világon. Csak az, bocsánat, igen, nem fog. De hogy ezek a konfliktusok még előttünk állnak, szinte bizonyos. Én sokkal inkább azt látom, hogy tehát nem azt látom, hogy a mostani konfliktusokban a legfőbb áldozatok azok a népcsoportokat ad abszurdum, akik nagyon-nagyon rossz szegények, és nem kellenek senkinek. Ahogy most ugye hajtják a Ruandában az embereket a határra, és ott pusztulnak mi, el. Mi van most Ruandában? Van valami Ruandában? Nem Ruanda? Én nem tudok semmit. Keverek valamit, akkor nyilvánvalóan is rossz országot mondom. Nem biztos. Igen, Közép-Afrikában most megint van valami rettenetes népirtás. Hát meg a buddhisták üldözik most a muszlimokat. Az meg nem. Buddhisták? Igen. Ezt tudom képzelni. Az a Myanmar, nem? De az mi az, hogy buddhisták? Majd mindjárt utána népcsoport. De nem, tehát eleve, tehát a buddhizmusnál békésebb valami. Figyelj, minden vallásban, tehát a muszlimtól kezdve a keresztény valláson át. Mindig vannak fundamentalisták. Igen, de a buddhizmusban tudom a legkevésbé elképzelni, akkor így fogalmazod. Hát pedig gondolod, szokott is. A rohingyákat írtják a buddhisták Myanmarban, igen. Ez nagyon beteg. Nem hallottál erre? Pedig én is azt kaptam meg. Szörnyű. Azt volt a gondolat vége egyébként, hogy igazából a nagy áldozatok azok ezekből a rendkívül szegény és kiközösített népekből. Én ezért mondom mindig azt, hogy már nagyon unalmas vagyok, hogy meg kell szűnni. Tehát a gazdasági alapú a probléma. Igen, szerintem azt látom, hogy azt a népcsoportot, aki nem fogyaszt és nem is termel, tehát ilyet ilyen kapitalizmus szempontból felesleges, azok kerülnek valahogy mindig a puska rossz végére. Igen, mostanában. De hát ez viszont nonsens. Tehát emberek vagyunk. Tehát minden ember ontológiai státuszát illetően egyenlő. Érted? Azért, mert nem vesz részt ebbe a rettenetes kapitalista rendszernek a működésébe, szisztémájába, attól még ő ugyanúgy ember, tehát ugyanúgy megilleti mindent. Én ezért mondom, hogy szerintem a kapitalizmus az nem lehet megszelidíteni. Egy darabig még oké, szelidítgessük, de előbb-utóbb valami más kell kitalálni, mert ez így nem fog menni. Tehát az emberiség így szerintem saját magát fogja elpusztítani. Nézzünk egy fő témát, de igazából egy picit féltem attól, hogy hát ennek nem túl sok politikai vonatkozása lesz, de közben pedig van. Én először azt hittem, hogy zajlik valami nagy tudományos konferencia világban, de nem. Egyszerűen csak írtak egy ilyen fölhívást, és 15 ezer tudós aláírta, hogy iszonyú nagy baj van a világban. Lényegében a vesztébe rohan az emberiség, hogyha mindent ugyanúgy folytatunk. Nem, mindig ugyanott kötünk ki, most ez mitől új téma? Már megint. Azért mondom, hogy egyrészt nem új téma, másrészt ugyanaz a pessimizmus, miközben én alapvetően szeretem inkább optimista végéről megfogni a dolgokat. Elég hosszan írnak ezek a tudósok, hogy mi a gond az édesvízkészlettől kezdve, a óceáni holdzónák, az erdőségek pusztulása, és hosszan veszik azokat végig, hogy mi a gond, és hogy egy ilyen felhívást tettek, hogy lényegében az utolsó órában van az emberiség, mondjuk nyilván emberiség léptékben nézve ezt. És akkor gondoltam, hogy ezt én behozom, beszélgessünk erről egy kicsit, de hát igazából már erről beszélgetünk. Egyfolytában erről beszélgetünk. Igen, és ugyanezt, nem tudom, hogy mit javasolnak. Én nekem ugyanez a vélemény, de ezt is elmondtam már a két adással ezelőtt, hogy egyszerűen globális összefogás kell, és csak úgy lehet megoldani. Mert ugye itt van ez a Trump is, aki kilépett már Párizsi egyezményben. Igen. A kedvencem abban a sok belinkelt cikkben volt egy ilyen mondat, hogy az egyik cél, amit el kéne érni az emberiségnek, hogy az invazív fajok megfékezése.
és akkor rögtön beugrott, hogy ja, az emberé biztosan tenni. Tényleg, ez jó. Mert sokat segítene a helyzeten, hogyha ezt az invazív fajt egy kicsit. De mindenki tudja, mik az invazív fajok, tehát például az akácfa, itt a Kárpát-medencében, az egy invazív faj, miközben fél ország azzal függ, de attól az még nem teszi jót a Kárpát-medencei bioszférának. És nyilván ilyenekből van több ezer kutubogártól kezdve mindenféle dolog. Nem mondanak semmit a tudósok, azt mondják, mármint megoldást, azt mondják, hogy közvéleményt aktivizálni, és a megfelelő nyomás nélkül, ugyanis a politikusok nem fogják megtenni a szükséges lépéseket, és nyilván a politikusoknak kell megtenniük ezt a lépést. A politikusokat meg csak a társadalom tudja rákényszeríteni. De a társadalom nem akarja rákényszeríteni. Az emberek nem akarnak kevesebb benzint használni. Nem, mert ugye az alapvetően probléma, hogy az emberek nem lát, tehát ugye mindenki tudja, hogy meg fog halni, és addig érdekli ez a dolog. Figyelj! Nem, az gyerekedért, unokádért azért te gondolkodsz. Jó, igen. De én most a többségről beszélek. Ez a többség is. Nem gondoljátok, hogy lehet, hogy nagyon meredek lesz, hogy annyira eltűnt a spiritualizmus. Ezt akartam mondani, hogy a hit. Igen, a hit. És most nem az egyházakról beszélünk. Tehát az, hogy most elmegy Joli néni vasárnap 9-re a templomba, és utána mindent elfelejt. Tehát nem erről beszélek, hanem tényleg, tehát ami mondjuk annak idején jobban volt, középkoros, stb. Tehát amikor tényleg istenfélők voltak az emberek. Tehát ugye átjárta őket ez a mindennapjaikat a hit, meg a spiritualizmus, meg a metafizika. Itt is van valahol a kutya elásva? Szerintem nem. Én neked azt gondolom, hogy megint kicsit olyan, mint a Javak újra elosztása című témánk volt, hogy egy globális problémáról beszélünk, amire globális megoldást kéne találni, és nincs olyan globális erő, vagy olyan globális hatalom, aminek módja és lehetősége lenne döntéseket hozni, majd azokat végrehajtani. Hogy... Szerintem azért nem hitkérdés, mert akkor, amikor a hívő, keresztény, hívő, buddhista, vagy hívő, muzulmán emberek egyébként több javat akarnak fogyasztani, tehát jobb minőségi vizet akarnak inni, többször akarnak fürdeni, többet akarnak elmenni nyaralni a nullához képest mondjuk egyszer, meg több ruhát akarnak, tehát egyszerűen több anyagi javat akarnak, az jó, nem függ össze a hittel. Hát azért ugye például a katolikus vallás, meg a egyik sem mondja azt, hogy legyél szegény, senki nem mondja azt, hogy legyél szegény. De azért az óriási szegény ugrás, ugye hát ezt a Max Weber írta a Protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című könyvébe, hogy ugye a katolikus vallás arról szólt, hogy nyugodj bele itt a földi szarba, mert majd ott a mennyországban jó lesz. Ez igaz. Ugye? És akkor jött a protestantizmus, érdekes módon pont abban, ugye 1517. október 31-én. Igen, 31. most ünnepeljük a 500. évfordulóját. Luther kirakta a 95 pontját, vagy nem rakta ki, mindegy, ez a mitosz a Wittenbergbe. Eltag nem rakta ki, de megjelentette, igen, ugye 1492-ben felfedeztem Kolumbusz Amerikát, eredeti tőkefelhalmozás, ugye a izé kapitalizmusnak a megjelenésének a csúcs időszaka, és akkor 25 évre rá, vagy igen, 25 év van a két időpont között, és akkor jött ugye ez a kapitalizmus ideológiai alátámasztása a protestantizmussal. Mert ugye a protestantizmus az már nem azt mondja, hogy törődj bele, hanem ott már az a lényeg, hogy oké, csak én ott vitatkozom veled, szuper, bocsánat, csak én ott vitatkozom veled, azért szóltam közben, mert ez egy kicsit fölbasz. Jó, nyugodtan. Hogy de tehát attól, mert hittek 1300-ban, és még nem volt ugye Amerika felfedezés, meg reformáció, sem, meg semmi, attól még konkrétan az volt, hogy a társadalom 95%-a jobbágy volt, és csak a szomszéd faluig elment, ha elment, és te kussolj el, mert majd a túlvilágon majd boldog leszel, és én a maradék 5%, aki vagyok a gróf, meg a báró, meg a király, meg a nemes, meg a földes úr, meg a nem tudom ki, meg a szolgabíró, meg ezért, tehát ez a szűk privilegizált réteg, az majd azért jól él a jobbágyok által kitermelt javakon. Nem tőkéről beszélünk, meg nem kapitalizmusról, de a jobbágyok által kitermelt javakon. Ez így van, igen. Tehát, tehát ezt csak azért mondom, hogy nem a hit kérdés itt inkább, szerintem, bár én érteni de most már kezdjük össze, most már én elveszítettem a vonalat. Én nem értem, ezt akartam mondani, hogy nem értem, hogy hogyan kerültünk el oda, hogy az, hogy mit tudom, mi petpalackkal szórjuk tele a tengert, és elégetjük az összes fosztíves negeonodot. Az, mert a Viola behozta a hit kérdését. De oké, de... És,
Nekem ki az a lépés, hogy ezért miért mondom, megoldás, vagy nem megoldás a spiritualizmus ehhez. Szerintem épp ezért nincs köze. Jó, akkor inkább azt mondom, hogy a spiritualizmusnak olyan szempontból, máshogy fogalmazok, olyan szempontból van köze ahhoz, hogy a PET palackot gyűjtjük-e vagy sem, hogy az alázat kérdése. Ebben egyetértek, de nem is a PET palack gyűjtése itt a kérdés, mert az emberiség, tehát a szemét 90%-a nem a hétköznapi embertől jön már, bocsánat, hanem az ipari tevékenység, meg ezek. Tehát, hogy tök fontos, hogy a gyerekek gyűjtsék, meg mi magunk is gyűjtsük, és én magam teszem is, meg mindenki, aki itt van a szobában, de nem ezen múlik, hanem a technológiákon múlik, a regulációkon, tehát azokon a törvényeken, amiket a vállalatoknak megszabunk, tehát ezeken múlik, és itt van, amit a tudósok is írnak, hogy ez az kell, hogy a közvélemény rászorítsa a politikusaikat. Oké, okay. Én mindig nem értem, hogy a spiritualizmus vagy a hit hogyan keveredett ide, mint... Szerintem annyiból is, én érteni vélem az iraviólát, most van egy olyan, hát ezt mindig mondják, hogy olyan kor, meg nem tudom mi, sátánizmus. Jó, nem, nyilván nem, de, hogy, tehát, de az, hogy legyen mindig több és több. Vagy abban való hit, hogy csak akkor vagy boldogabb, ha még van valami több és több. Tehát ez a fajta fogyasztói kultúra. De a gazdaságban is. De figyelj, hogyha valaki a lelkével van elfoglalva, mint én, az nem akar annyit fogyasztani. A nagymamám azt mondaná, hogy menjenek ki kapálni, ha kapálnának, nem izgatná őket, hogy mi van itt a CEU-val, meg a nem tudom mivel, kapálni kéne, édesfiam, és akkor... De ez tényleg így van. Tehát ugye én a lelkemmel foglalkozom, olvasok, filmet nézek, nem tudom mi, nem akarok venni még egy cipőt. Oké, de ezt azért teheted ezt meg, mert oké, nincs 8 cipőd, mert egy cipőben is remekül lehet olvasni, de egy cipő, fűtés, lakás, szigetelt, nyilászáró, nem tudom, micsoda tömegközlekedés nélkül, te nem tudnál ennyit foglalkozni a lelked, de nagyon fontos, amit most tehát tök teheted. Más az emberiségnek az igénye, mint volt 100, meg 200, meg 300 évvel előtt. Sokkal többet utaznak az emberek, sokkal több eszközöket használnak, sokkal több elektronikai eszközt használnak, meg műszaki, meg mechanikai, tehát hogy nagyon más az életforma is, és ezt nem lehet visszacsinálni, ez nem fog megtörténni soha, hogy kőbaltával vágjuk a vizet, mert az a kérdezem barát. Mert hogy megint pár logikai lépcső kimarad, de nem gondoljátok, hogy vissza a múltkor beszéltünk az alapjövedelemről, tehát alanyi jogonjáról alapjövedelemről, hogyha az valamilyen szinten globálisan meg lehetne oldani, tehát, hogy mindenkinek meg lenne ugye a Maslow piramisnak az első egy-két pontja, tehát kaja, lakhatás, stb., hogy akkor ugye az valamennyire rendezni ezeket a viszonyokat, és akkor valószínűleg az emberiség megint elkezdhetne foglalkozni a lelkével, a kultúrájával, szerintem, a műveltségével. A válasz azt szerintem, hogy igen, ez működhet, mert hogy környezettudatosan élni, az pénzbe kerül. Igen. Ma. Tehát, hogy nem véletlenül van az, hogy a környezeti katasztrófák pont az elmaradott országokban. De Kína, tartunk, ipari forradalma, ugye? Nem a marxistának, hogy megint ott tartunk, hogy a gazdasággal van alapvető. Tehát, hogy az a olló, tehát a egyenlőtlenség a legnagyobb probléma, és ha ezt az egyenlőtlenséget meg tudnánk oldani, tényleg minden más kezdene rendbe jönni. Mert hogy az emberrel az az egyik probléma, vagy nem probléma, sokanak nagyon örülnek, hogy van egy biológiai meghatározottságunk is. Tehát ugye ennünk nem kell... Nem probléma az. Ennünk kell... Igen. Igen, van egy nagyon jó aspektusa, de ennünk kell, meg megfagyunk, meg stb. Szóval szexelni kell. Nem akartam kimondani, na. Két aspektus még behoznék. Nem, nincsenek előttem a számok, de ki fogom keresni show-notes-ba, hogy tudósok közben azt mondják, hogy maga a Föld bolygó, mint ökoszisztéma, sokkal több embert elbírna. Persze. Erről én is olvastam. Hogyha az erőforrások jól lennének használva, és olyan 40-50 milliárdig mehetnénk, én azt simán, tehát hogy kajába, vízbe, mindenféle dologban, erőforrásban bőven alatta vagyunk az eltartó képességnek, csak nagyon rosszul, nagyon rossz hatékonysággal használjuk fel a meglévő erőforrásokat. Ennek köze van ahhoz a szintén általad belinkelt hírhez, ahol a Bill Gates és tettes társai rettenes mennyiségű pénzt nyomnak bele a műhúsnak az előállításába? Azt biztos, hogy nem linkeltem be, de igen, én is olvastam erről. hogy általában az nagy előrelépés lenne az
élelmezés, hát akkor azért lenne nagy előrelépés, mert az ökoszisztémában úgy néz ki, hogy mondjuk, hát tényleg meg nem tudok pontos számokat mondani, de nagyságrendileg ez körülbelül így néz ki, hogy ahhoz, hogy te egyél napi fél kilónyi, nem tudom, búzát, ami szénhidrátból van, ahhoz kell összességében a teljes láncolatot figyelni, mondjuk 50 liter víz, azt előállítani. Ugyanezt, ha 50 deka húst akarsz enni, ahhoz mondjuk 1500 liter víz kell, mert az ott úgy néz ki a láncolat, hogy megcsinálod a búzát, azt megeszi az állat sokat, az állatot le kell vágni, és azt is tisztítani, tehát hogy sokkal több lépcső megy. Magyarul nem lesz annyi víz, meg búza, meg nem tudom mi, hogy 6 milliárd ember minden nap egyen húst. Ez nem fog megtörténni. Szóval kivált, hogy effektív az tehát muszáj megoldani. Az ipari jellegű állattartás is környezetszennyező. Iszonyú, hát persze. Hát nagyon. Nem véletlenül kísérleteztek már a 70-es évek óta az, hogy hogyan lehetne rovarokat enni, meg hogyan lehet, sok minden ilyennel nyilván nem lehet rákényszerint az emberiséget, a gazdagok esznek húst, a 5 milliárd nem gazda, meg nem eszik húst. Ez most így néz ki a Föld nevű bolygón, és nyilván az, hogyha lehetne ipari méretekben szintetikus húst előállítani, az nagy előrelépés lenne. Szerintem párizsi formájában nagyjából mostanra sikerült a magyar gazdaságnak. Az a rossz hír, hogy a párizsihoz is 1200 liter víz kell. Tehát, hogy nincs nagyon különbség a borjúbélszín meg a párizsiban, ugyanúgy iszonyú környezetszennyező azt előállítani. Én vegetáriánus vagyok, ugye egyiket sem eszem. De ebből vagy testi okokból? Megzakkantam, amikor az első gyermekemet szültem. Pont akkor ugye már rájöttem, hogy mennyire biológiai lény vagyok, és azóta nem bírok húst enni. Igen, másik aspektus még ezzel kapcsolatban, hogy én szoktam hallgatni a Szkeptikus Társaságnak a... Van neki podcastjuk is, de ez nem olyan jó, ők inkább YouTube-ra rakják föl néha az előadásaikat. És ott például hosszan fejtegette egy tudós, és én egyébként én hajlamos vagyok elhinni, hogy igaza van, hogy nincs bebizonyítva maga a klímaváltozás. Nem, rosszat fogalmazok. A klímaváltozás be van bizonyítva, a klímaváltozás okai nem bizonyítottak, hogy pontosan miért. Aha. Az látszik a Földnek a ciklikus idejében, hogy középkorban is voltak rendre hidegebb, 50 évek, 100 évek, ugye voltak jégkorszakoknak nevezett dolgok legutolsó, mint 10.000 évvel ezelőtt, és most is... Sőt, úgy tanultam, hogy a... Vagy 6.000 évvel ezelőtt. Voltak mikrokorszakok is. Mikrokorszakok voltak, például az 1200-es években voltak, amikor pont tatárok jöttek Magyarországon, az is egy ilyen mikro ilyen korszak volt, és hogy most egy melegebb korba megyünk át. Egyébként, ha meg nagyon hosszú távon nézzük, ilyen 50.000 éves távon, akkor pont, hogy hidegben vagyunk, és megyünk át a következő időszakban, ami meg egy meleg korszak lesz. Tehát, hogy azt mondja a tudós, hogy nem nagyon ismerjük egyszerűen, nem értjük még a bolygónak az ilyen fizikai folyamatait. Viszont az persze tény, hogy nem jó a sok széndioxidnak a kibocsátása. Tény az is, hogyha az üvegházhatású gázokat kibocsátjuk, azzal rálendítünk egy nagy adag lapáttal az egyébként is változó bolygóra. Tehát nem azt mondja, hogy nem kell ezzel foglalkozni, meg hogy nem kell külön gyűjteni a szemetet. Szóval nem azt mondják, csak azt mondják, hogy lehet, hogy ez magától is bekövetkezne, és egyáltalán nem kell erre nekünk puszlapátot tenni. Valószínűleg azt is túl fogjuk élni. Vagy szóval hát én ellenkezőleg olyat olvastam egyébként, meg fogom keresni és belinkeljük majd, hogy néhány fok, tehát ilyen 5-10 fok változás már elegendő ahhoz, hogy kinyílja az egész emberiséget. Most 0,7-nél tartunk, és ez már most nagyon durva. Azt hiszem 2-3 foknál lesz az, hogy az összes jégsapka elolvad, az már nagyon durva lesz, mert az 10-valány métert emel a tengerszinteken. Tehát lehet, hogy egyszerűen a Földbolygó, hogy mondjam, anélkül, hogy ezen különösen gondolkozna, úgy gondolja, hogy most arra más típusú élővilág kinevelé. Az invazív fajt. Hát ezt a most működő invazív fajokat, igen, és majd nyilván új invazív fajok fognak kifejlődni évmilliók során. Azt a hírt megosztottam, döbbenetes, hogy egy belugát delfinek közé tettek, és megtanult delfinül. De jó. Az első ilyen bizonyított, amikor egy állat megtanult egy másik fajnak a nyelvét. De jó. Annak, és pont az jutott eszembe akkor, hogy na, hát... Azt hiszem, átvehetnék a hatalmat a delfinek, meg a belugák. Meg a belugák, igen. Ahogy ugye a Tar Béla Werkmeister Harmóniák című filmjében megy Eszter úr, és belenéz a bálna szemébe, és azt mondja, hogy én megrekedtem volna az evolúció ezen fokán. Köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy most is velünk voltatok.
Tbilisitől Tűzfőig és New Yorktól Moszkváig. Király. Köszönjük itt a hallgatóknak. Az a kérdésünk, hogy értékeltek minket iTunes-on. Köszönjük a Tilos Rádiónak, hogy megint biztosították számunkra a nagyszerű stúdiót. És ismét egy zeneszámmal búcsúzunk a hallgatóinktól. Most pedig a VNTS legutóbbi politizáló számával búcsúzunk a hallgatóinktól. Sziasztok! 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 Magyar a himnusz, a szívembe facsar. Én bennem élint, minden mi magyar. Én vagyok Széchenyi, én vagyok Kossuth. Én vagyok a kátyús 46-osú. Én vagyok Árpád, a vigadba sírás. A falu vége táblán, a rovás írás. Én vagyok Új Péter, én vagyok Fuzsér. Én vagyok a nemzet, testén a fülér. Én vagyok Fluor, Majka és Geszti. Aki a sikert el nem ereszti. Én vagyok Kis Ádám, 500 000 lájkja. Vagyok ki a jóban, a szart is meglátja. Hát én vagyok Ákos és Fekete Pákó, az Ezó TV, az igaz látó. Én vagyok Matolcsi, kell pénz, hopszia. Én vagyok a megváltó, unortodoxia. Én vagyok Mészáros, én vagyok Orbán. Én vagyok a kés, az eurak torkán. Én vagyok a román, én vagyok a tótok. A KDNP vagyok, még ha meg is baszódok. Én vagyok a puli, a vizsla, az agár. Én vagyok az átadott Várker bazár. Én vagyok a stand-up, a startup, a slam. Akkor is, ha nem jó, egyik sem. Én vagyok a vircsapt, a mutyi, a stigli. A kibaszott lassú, bubi bicikli. Magyarul élek, sportosan fitten. Én vagyok a stadion felett, a grippen. Én vagyok a Rubi, a magyarátok. Nekem ti hiába magyaráztok. Ja! Mindenki hallja és mindenki értse. A mi hangunk magasan száll, mint a vércse. Mindenki érzi és mindenki mondja. Isten tenyerén a magyarokat hordja. A magyarok hangja az el nem fogy. Magyar vagyok, ezért tudom, hogy mindenki magyar, e föltekér. Mindenki magyar, de főleg én.